amikor a tölgyfogatot kicsirázik, akkor először egy pici kis magon keletkezik belőle. A magon az egy olyan kis növényk, aminek 5 pici jelen van, és hogyha ezt körülről megnézzük, olyan, mint a csillagot látnánk. Ez az 5 pici csillag, vagy a vezérke csillag, ez az erdős csillag, ami itt van az én vállamon is, itt van ezen a nagy táblán is, minden bélyegzői jelvényi az erdészeknek. Érdeklődve hallgatták az óvodások az előadást a megújulást jelképező erdész csillagról az erdei tornapályán. Az Erdők Hete apropóján megrendezett Fedezd fel az erdőt erdészekkel rendezvény kiinduló pontján többek között a faültetés fontosságáról volt szó. A gyerekek aztán levelet formáztak az aktuális erdőrajzra, ezzel is nyomot hagyva az utókornak. Kedd reggeltől délig már több mint egy tucatnyi levél nőtt a faágakra, ami jól mutatta, hogy nagy volt az érdeklődés. Országszerte már 25. alkalommal került megrendezésre az Erdők Hete rendezvény sorozat, és ehhez csatlakozva évek óta itt a Nyíregyházi Erdészetnél különböző programokkal várjuk a gyerekeket, és felnőtteket is. Egy picit rendhagyó módon szeptember 18-án volt megrendezve a Nyíregyházi-napunk korábban, és most az Erdők Hetén pedig ismét meghirdettük már 8. alkalommal a Fedezd fel az erdőt az erdészekkel című programot. Két napon keresztül gyerekcsoportok jönnek hozzánk előzetes regisztrációval, és egy 5 állomásos kis akadályverseny, kis túraútvonal mentén ismerkednek meg velünk, erdészekkel, az erdészek munkájával, erdővel és a fával. Úgy képzeljétek el, hogy az ott a túloldat, az 30 éves erdő. Ez pedig 40. Ez 120. Ez pedig 70. Az erdészek az egyes megálló pontokon bemutatták a parkerdő jellegzetességeit, és elmondták, milyen feladatokat kell elvégezniük ahhoz, hogy tiszta és rendezett környezet várja az ide látogatókat. A cél az, hogy a gyermekek megismerkedjenek a természet szépségeivel, és megtanulják megóvni az erdő értékeit. Igazából arról szól, hogy mit kell egy erdésznek az erdőben nap mint nap tennie, milyen feladatok várnak rá, amikor egy olyan erdőt kell kezelni, ami mondjuk egy picit sűrű, tehát mondjuk meg kell ritkítani, erdőt nevelni kell, mi történik akkor, amikor fakitermelésről kerül sor, tehát ha vannak olyan fák, amit ki kell vágni az erdőből, a kivágott fából mi lesz, mi készül, milyen termékek készülnek fából, ezt hogyan érjük el, hogy ezzel is készülhessen, illetve esetleg olyan területre érkezünk, ahol erdőfelújítást kell végrehajtani, az hogyan történik. Tavaly korlátozottak voltak a lehetőségek, idén azonban már bármelyik nyíregyházi vagy megyebeli iskola vagy óvoda jelentkezhetett az erdőjárásra. Az erdészeknek bőven akadt dolguk kedden, és így lesz ez szerdán is. A két napon összesen közel 40 csoportot vezetnek végig a tanösvény állomásain.